Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico ÖBB Herkules mozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. Az ÖBB Herkules egy igazi titkos befutó volt nálam mindig, ha hazai vonatkozású, de nem MÁV vagy GSF gépekről volt szó. Hasonlóan az ÖBB Taurushoz, ez a mozdonytípus is csöndben jelen van hazánkban már jó ideje, és számtalan feladatot tudunk neki találni terepasztalunkon. Nézzük is meg a modellt. A Pico mozdonyát még tavaly vettem másodkézből. Így ez egy, ha nevezhetjük így, használt teszt lesz most. A mozdony egy startsetből bontott példány, minimális látható használati nyommal, cserében viszont olcsó volt. Nagyon. A Pico Herkulese ugyan hobbi kategóriás, azonban összességében a hasonlóan hobbi kategóriás Pico Taurushoz képest szebb és pontosabb kidolgozottságú modellről beszélhetünk. A mozdonyszekrény exakt méretekkel rendelkezik, és formailag is jól eltalált. Részletek tekintetében a kapaszkodók hasonlóan a Taurushoz itt is rá vannak öntve a mozdonyszekrényre, viszont finomabb rajzolatuk van, és kevésbé bántó a szemnek a kivitelezésük. Az ablaktörlő a szélvédőre van öntve, viszont nincs elvágva a szélvédő aljának vonalában, hanem ráír alatta a kasznira. A visszapillantó külön alkatrészek azonban csukott állapotban kerültek a mozdonyra, kihajtásukra nincs lehetőség. A mozdony tetején is számos részlet megjelenítésre került, a szellőző ventilátorok rácsa például áttört elem. A jármű oldalfala viszonylag letisztult, a panelvonalak és a szellőzőrácsok a kaszniba fröccsöntött elemekként vannak jelen. A mozdony alján külön elem a gázolajtartály és az akkumulátorláda. Azonban itt anyagában színezett elemekről beszélhetünk. A mozdony forgóvázai egy darabból fröccsöntött alkatrészek, meglehetősen szép rajzolattal. A forgóváz ugyan nincs annyira kidolgozva, mint az expert mozdonyoknál, de elfogadhatóan részletes ebben az árkategóriában. A kerekek oldala sima, a féktárcsa imitáció tamponozással van megjelenítve rajtuk. A festés és feliratozás terén is hozza a kötelezőt a modell, a felület szép, selyemfényű, a feliratok élesek és olvashatóak. Itt nincsen szerintem szégyenkezni valója a Pico mozdonyának. A mozdony szekrény leemeléséhez először le kell pattintani alul a gázolajtartályt, majd utána egy csavar kicsavarása után tudjuk levenni a kasznit. Belül egy sima 8 pólusú előkészítő panel található, a világítás menetirány szerinti fehér izzókkal megoldott. Zárfény nincs. Középen egy standard 3 pólusú Pico motor található, lentkerék nélkül, ami kardánokon keresztül hajt ki a forgóvázakba. Mind a 4 tengely hajtott, tapadógyűrű nincs. A mozdony vonóereje megfelelő, de 5 személykocsinál már megperdülnek a kerekek a 3%-os emelkedőn, itt bizony látszik a tapadógyűrű hiánya. A mozdony futása meglepően jónak mondható ahhoz képest, hogy nincs rendítőkerék és 3 pólusú a motorja. Ugyan nincs olyan lassú menete, mint egy újabb fejlesztésű expert mozdonynak, de amint megindul, a futása egyenletes, nincs rángatás. Menet közben alig van hangja a hajtásnak, a kerekek centrikusak, nem ütnek, nem tapasztaltam imbolygást a járásban. A mozdony nem rendelkezik rövid kapcsoló kinematikával, és a kialakításából adódóan rövid kapcsolóval csak úgy használható, ha a magasságállítós fajtát tesszük a kuplungfészekbe, sima fecskefarkassal vagy univerzálissal sajnos ívben összeérnek az ütközők és kidobja a mögé kapcsolt kocsit. A jármű nagy előnye szerintem az egyszerű belső felépítés, a könnyű szerelhetőség és az alkatrész utánpótlás, valamint a strapabíró kialakítása. Felhasználhatóság terén egy igazi Jolly Joker a mozdonytípus. Mind személy, mind tehervonatok elé bátran besorozható. Illenek mögé például a GSF halberstatti kocsik, ÖBB Schlieren ingavonat, ÖBB emeletes ingavonat, de egy más start kocsikból kiállított Tráva vagy Rába Intercity továbbítását is rá lehet bízni, és a hamarosan megjelenő ÁKME GSF Intercity kocsikból is tudunk egy Bécsújhely Sopron szerelvényt kiállítani mögé, természetesen, hogyha hazai vonatkozásban beszélünk. Tehervonatok terén szinte bármi a korszakban passzoló szerelvény mögé akasztható. Vontathat különféle irányvonatokat, vegyes tehervonatokat, de akár egy terelt rolavonat elé is befoghatjuk, hiszen ilyen is előfordult a valóságban.
Az ÖBB gépei közül a 080-as és 090-es pályaszámú mozdony rendelkezik permanens hazai engedélyekkel, de az osztrák határátmenetben gyakorlatilag bármelyik mozdony előfordulhat. A mozdony startsetben tudjuk a legjobb áron beszerezni. Jelenleg 55 ezer forintot kérnek egy készletért, amiben a mozdony mellett egy ágyazatos ovál pálya, 3 teherkocsi és egy analóg menetszabályzó van. Önmagában is kapható egyébként a jármű, ekkor azonban 44 ezer forintot kell az analóg változatért kifizetni. Ez a modell ugyan egy igazi büdzsé modell, azonban szerintem inkább van létjogosultsága egy magasabb minőségben kivitelezett terepasztalon komolyabb járművek mellett, mint mondjuk a gyártó Hobby Taurusának. Természetesen a Rocco Herculese sokkal szebben és részletesebben kidolgozott, de több mint kétszer annyiba kerül, mint a Pico mozdonya. Nekem emellett az ÖBB-s verzió mellett egy Metranszos gépem is van. Az évek alatt eddig csak jó tapasztalataim voltak azzal a mozdonnyal is. Megbízható strapabíró gép, ami hálásan teszi a dolgát. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!